Nem vár könnyű bajnokság felnőtt labdarúgó csapatunkra, hiszen az NBA egy kivételével átalakul a nemzeti bajnokság rendszere 2013 nyarán. A másodosztályú pontvadászatban csak az első 5 helyezett hosszabbítja meg biztosan az NB2-es tagságát, míg a 6-tól 8. helyen végző gárdák oda-visszavágós alapon osztályozót vívnak majd az NB3-as bajnokok ellen, éppen ezért rendkívül kiélezett bajnokság vár a mezőny tagjaira. A sorsolás előtt Weber György abban reménykedett, hogy együttesünk középcsapatok ellen kezdheti meg a bajnokságot. Ha ez kívánságműsor lenne, akkor gyakorlatilag arra gondolok, hogy egy ilyen középcsapatszerű érkezzen hozzánk, ami tavalyi bajnokság eredményeit szerint természetesen. És hát az első 3-4 forduló körülbelül ilyen ellenfelekkel, és akkor ott onnan már jöhet igazából az vonal jó, hogy a rangadók ott valahol a közepére essenek. De hát ezt így kiszámolni nem lehet. Igazából olyan nagy jelentősége nincs, nyilván nem a legjobb lenne mondjuk Békés Csabán kezdeni. Fordítva már nem volna olyan nagy baj esetleg, de mondom a legideálisabb, de hát mondom ez nem kívánságműsor, akkor egy ilyen tabella második felében végzett, vagy ne adj Isten egy második csapat, tehát akár Újpest, Honvéd második csapata. Itthon jól volna kezdeni, az azt is jelenti, hogy itthon fejezzük be, ha jól számolom a dolgokat, azért az fontos. De hát nem ezen fog múlni, hanem azon, hogy most ebbe a ciklusban milyen munkát végzünk, aztán meg a bajnoki mérkőzések közt. Az MSS zsúri sorsolása az előző évad erős sorrendje alapján egyértelműen kedvezőtlennek nevezhető, hiszen a tavalyi bajnokság két dobogósa, a Szolnok és a Békés Csaba elleni idegenbeli fellépések között a szintén nagy terveket szövögető Nyíregyháza érkezik Mezőkövesdre, míg a negyedik fordulóban a tavaly még első osztályban vitézkedő Vasast fogadják Weber György tanítványai. Ezután következnek a papírforma szerint könnyebbnek tűnő mérkőzések. A megyei riválisok közül elsőként a Kazinc Barcika vár csapatunkra idegenben az 5. fordulóban, míg az Újonc Putnok a 12. fordulóban érkezik városunkba. Az őszi szezont a Fradi és az Újpest elleni találkozók zárják le. A sorsolás egyik érdekessége, hogy az Újpest és a Ferencváros tartalék együtteseit egy csoportba sorolták be ebben az évben. A tavaszi szezon március közepén kezdődik, míg a bajnokság június 8-án vagy 9-én fejeződik be. Az osztályozóra kényszerülő csapatok június 15-én és 16-án, illetve 22-én és 23-án lépnek pályára az NB2-es tagság megszerzéséért, illetve megőrzéséért. A bajnokság pontos menetrendjét és időbeosztását később készítik el a csapatok. Weber György bízik benne, hogy a szurkolók a csapat mögé állnak. Én abban bízom, hogy jól kezdjük a szezont, tehát sikeresen. És ez meghozza úgy a szurkolóknak is a kedvét és az étvágyát, hogy annál nincs jobb látvány, amikor tele a lelátó. Adott esetben mondjuk most ez a lelátó, ha tele van, az már egy másodosztályú mérkőzésen nagyon jó hangulatot hozhat. De az úgy körülbelül, amit az utolsó fordulóban az Eger ellen volt, azt úgy tartósan elfogadnám. Ehhez először a csapatnak kell nyilván bizonyítani. Szokták mondani, hogy előbb a szurkoló is jöjjön ki, én úgy gondolom a kettőt össze kell gyúrni, tehát mi biztos azon leszünk, hogy nagyon jól kezdjük, minden eredményben, mint látványban, az meg úgy is fogja hozni a nézőket, és akkor utána csak itt kell tartani őket, mert tartósan jól kell szerepelni. Július 30-án elkészítették a Magyar Kupa Országos Főtábla első fordulójának párosításait a Magyar Labdarúgó Szövetségben. Városunk felnőtt labdarúgó csapata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei első osztályú nyírkarász vendégeként vívhatja ki a továbbjutást, amely majd egy mérkőzésen dől el. A szabolcsi gárda tavaly a 6. helyen végzett a pontvadászatban. A Magyar Kupa első fordulójának hivatalos időpontja augusztus 12-e vasárnap 17 óra lesz. Weber György fontosnak tartja a kupa szereplést. A Magyar Kupa presztízse rangja az nagyon nagy, bárki bármit mond. Most ugye egy másodosztályú csapat élén azt kell mondjam, hogy itt pedig egy hihetetlen kiugrási lehetőség, vagy megmutatni magát a játékosoknak, mert gondoljunk csak bele, mondjuk a 16-ig eljut egy Mezőköves, már nagyon komolyan odafigyelnek, és ott azért nagy-nagy valószínűséggel oda-visszavágós alapon NB1-es csapat az ellenfél, akik bárki kiverhető két meccs alapján, de mondom, ez mind a játékosoknak, hát mind nekem is, vagy csak klub életében egy nagyon fontos dolog. Nyilván nem fogjuk kitűzni, hogy megnyerjük a Magyar Kupát, mert azért utopisztikus elképzeléseket nem találunk ki, de nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá, semmit nem fogunk spórolni, bár szerda-szombat lenne végig. Igazából ez a véleményem a Magyar Kupáról, úgyhogy erre ki fogok nagyon térni. Nekem adatot megnyerni is, döntőt veszteni is, tehát
tudok a játékosoknak beszélni róla, hogy ez milyen élmény egy kupa menetelés, és úgy látom, hogy azért Magyarországon a rangja is jön vissza. Külföldön nagyon nagy presztízzel bír, de mondom, szakmai szempontok is nagyon komolyak ebben, mert azért nagyon nagy dolog ott menetelni. Felnőtt labdarúgóink július 23-ától két héten keresztül Tatán gyűjtik az erőt a bajnokságra. Együttesünk két felkészülési találkozót játszott le az első héten. Július 25-én a Tatabánya ellen 2-1-es vereséget szenvedtek Bagiék, csapatunk gólját Bogdány szerezte. Weber György tanítványai 3 nappal később az FTC tartalék csapatának vendégeként 2-2-es döntetlent játszottak, csapatunk mindkét találata Hamar Ádám nevéhez fűződik. Az összecsapáson pályára lépett együttesünkben Szalai Vilmos, aki az Újpest második csapatában szerepelt legutóbb. A próbajátékon lévő 21 éves védő sorsáról Weber György dönt majd. Együttesünk az edzések mellett a Gyirmó csapatával és a Haladás tartalékgárdájával méri össze az erejét Tatán ezen a héten. A Gyirmót elleni összecsapást augusztus 1-én szerdán 17 órától, míg a Szombathelyi gárda elleni találkozót augusztus 3-án pénteken 17 órától rendezik meg.